70 éves lett Kuruc István, előkészületi mérkőzés, díjat kapott Bosnyák Imre, ápolási díj 2020-ban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. február 13-án 18 óra 5 perckor. 70 éves születésnapja alkalmából edzésükön a birkózók Urbán Zoltán edző és a szülők, valamint a KSE nevében Szepesi Tibor ügyvezető köszöntötte Kuruc Istvánt, a KSE birkózó szakosztály vezetőjét. Bár a birkózók már napokkal előtte készültek a meglepetésre, de a gyerekek, a szülők és a családtagok is titokban tartották azt. Én nekem még akkor sem volt feltűnő, mikor azért is jöttem egy kicsit már úgy később, hogy nekem nem engedte, hogy abban a ruhában jöjjek, amiben voltam, mert az most jöttem haza melóból, és hát az eléggé koszos volt, és azt mondta, szó se lehet róla, tessék, hát hogy néz az ki, hogy ebbe mész át, és még akkor se esett le, hogy miért. És ez tényleg így van, hogy ez egy birkozó család. Én nagyon sokszor voltam a Magyar Birkozó Szövetségnek a évvégi karácsonyi partiján, ahol azért több százan voltunk jelen, és szinte a Sinkovics Imre volt rám először a nagy hatása, amikor a birkozó család, a családról és a birkozó családról beszélt. És itt elmondanék még egy dolgot, amit éppen múlt héten pénteken dr. Fazekas Sándor úrral beszéltem, és elmeséltem neki, azt mondta, hogy ezt le kéne írni, ezt el kéne mondani, mert ez is a birkozóknak a hovatartozása. Megyünk Pestre, az Üllő úton jobbra, ott van az Omnibus szálló. A második világháború után az apukámat odavitték, nagyon sokat magával, hogy viszik ki a szovjet munkatáborba. És az egyik orosz katona ott állt fegyverrel, hát ugye ők meg fiatal ember volt, mentek oda-vissza, hát tiszta idegek voltak, és oda hívta az őr, és megfogta a fülét. Felemelte a sapkáját, és megfogadta az ő fülét is, gyűrött volt. És mondta, hogy menjen el, mert többet nem látja a magyar földet. Apukám erre azt mondta, hogy ő nem megy el, mert neki itt van a bátyja is. Hívja ide! Oda hívta, megfogta annak is a fülét, annak is jó gyűrött volt, hisz mind a ketten a vasasba birkoztak. Megmutatta ő fülét is, menjenek el, mert többet nem látják a magyar földet, ha itt kocsira szállnak. És az az egyetlen egy volt bennük az, hogy merjenek hátat fordítani és elmenni, mert ugye sokszor az volt, hogy vegye fel a sapkát, vagy hozza azt ide, hátulról előtték menekülés közben agyonlőve. Ez az egyetlen egy volt, ami az összetartozás jelentette nemzetközi szinten, ahol egymással beszélni se tudtak. És ez bennem megmaradt, és Sanyi azt mondta, hogy hát ezt jó lenne leírni, vagy elmondani, és nem is gondoltam, hogy eltelik egy pár nap, és lesz egy lehetőségem ezt elmondani, mert ez tényleg egy nagy család, és nemzetközileg is megvan ez az összetartó ereje. Kuruc István mit sem sejtve érkezett meg az edzésre, ahová az edző Urbán Zoltán állítólagos ellenőrzés miatt hívta meg. Az edzés közben érkező vezetőt aztán szülinapi dallal, meglepetéstortával és fotós pólóval köszöntötték fel tanítványai. Megmondom őszintén, hogy abszolút nem hisz, az itt lévők közül ma 3-4 emberrel, 5 emberrel beszéltem, és véletlenül sárult el senki, pénteken lent vagyok, senki nem szólt egy szót se. Tehát végeredménye ez engem olyan meglepetésszerűen élt, és ez a kollekció, amit így kaptam, hogy a 70 év, hogy a birkozó csapat rajta, ami ugye mondni kell, hogy most alakult újjá október 1-jével, és ilyen szép létszámmal vagyunk itt. És hát ez nem lehet mondatokba ölteni, hogy ez milyen nagy meglepetés volt, mert tényleg nem számoltam rá. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, a gyerekeknek, a szülőknek, mindenkinek, aki ebbe közreműködött, mert ezzel egy hatalmas nagy meglepetést okoztak. És ugye, hogy 70-ben kezdtem el, azt annyiban módosítanám egy picit, hogy 70-ben kezdtem el edzősködni. Tehát végeredményben ugye én 12 éves koromtól, ugye Karcagon, majd 14 éves korom után pedig Székesfehérben a Szondi esélybe voltam, és mikor abba hagytam az iskolai tanulmányokat, aztán rájöttem, hogy hát én belőlem már első számú válogatott versenyző nem lesz, akkor, és hazakerültem Karcagra, tehát ez is, itt volt birkozó szakosztály, és jöttem le. Még az első 4-5 évben még versenyeken is indultam, úgy edzősködtem, akkor is nagyon jó gyerekek voltak,
hisz volt olyan időszak, mikor bejutottunk az NB1-be a csapattal, és hát bízom benne, hogy most megint az lesz, hogy ezek a kis palánták, hogyha felnőnek, akkor igen szép eredményeket szereznek maguknak, szüleiknek, iskoláiknak és a városoknak. Kuruc István több mint 50 éve lett edzője a karcagi birkózóknak. Előtte sok-sok országos eredményt elérve sportolt ő is a szakosztályban. Bár most néhány hónap szünet volt a szakosztály életében, de ősz óta az új edzővel már teljes edzéssel készülnek a sportolók az idei megmérettetésekre. Mondta el az ünnepelt, aki büszke volt minden birkózó tanítványára, akik közül többen nemzetközi és országos bajnoki címekkel is rendelkeznek. Fontosnak tartja, hogy fiataljaink a sport mellett a tanulásban is jeleskednek, és azt is, hogy egyre több óvodás csatlakozik a birkózó szakosztályhoz, melynek működéséhez minden segítséget megad, ezután is Kuruc István. Először is azt várom el, hogy alakuljon ki egy jó kis közösség. Itt az óvodástól a második, 12. osztályig vannak, ez nekem még mindig bonyolult, tehát középiskola második, harmadik osztályosa is vannak. Én azt várom, hogy alakuljon ki egy nagyon jó közösség. Utána azt várom, hogy ezek a fiatalok egyre első a tanulás, második a tanulás, harmadik a tanulás, negyedik a tanulás, és utána pedig a szabadidejüket úgy használják ki, hogy a legtöbb jusson belőle a sportra, hogy egészséges, jó alakú, magabiztos, felnőtt hölgyek és fiúk legyenek. És még egy, szeressék meg a sportot, szeressék meg a mozgást. Lejátszotta első edzőmérkőzését a karcagi labdarúgó csapat. Lejátszotta első edzőmérkőzését a karcagi labdarúgó csapat. A Szent Annai műfíves pályán a vendégek biztosan nyerték a találkozót. A hazai csapat az alábbi összeállításban vette fel a küzdelmet. Belényesi, Burai, Orosz, Terjék, Domokos, Szívós, Szent Annai, Lázók, Balajti, Nagy, Vas. Csere Ballók, Orosz István edző tájékoztatta a televíziónkat, az első félidőben nagyon pontatlanok voltak, elől és hátul is. A második félidőben jobban összpontosítottak, és így alakult a végeredmény. Az Agrárminisztérium támogatásával meghirdetett Így kezdtem én című, a kisállattenyésztés népszerűsítő pályázaton szenior kategóriában Bosnyák Imre harmadik helyezést ért el. Több mint 5 évtizede foglalkozik a galambászattal Bosnyák Imre. Így, amikor olvasta a minisztériumi felhívást, úgy gondolta, megírja a kisállattenyésztési történetét. Hát, talán 5-6 éves lettem, akkor kaptam galambokat, mert apám az vonatkísérő volt, meg vonatfékező, ilyen is volt, és hát akkor sokszor megállt a vonat, és akkor apám elment hadszolnoki, ceglédi vagy budapesti galambászpiacokra, és onnan szerzett be főleg robgalambokat, és azokat hozta nekem, és így kezdődött el a galambász életutam magyarán. És utána, hát először a debreceni pergőket tenyésztettük, a bátyám is, egy darabig ő is együtt tenyésztettünk, de később kiszállt, debreceni pergők, csak annyi érdekes, hát máma már nem, mai korban nem látjuk, mert ez voliár galambok, tehát mind zárt körbe került, és emlékszek rá, hát akkor volt nekem a debreceni pergő volt, a keleti pergő és a erdei bukó volt akkor, és azt hajtottuk. Mindig nagy élmény volt számára, amikor a szomszédokkal az égre nézve csodálta a galambokat, akrobatikus mutatványait, volt olyan, amelyik szinte a földig forgott, de sajnos olyan is, aki éppen emiatt a sok forgás miatt a kéménybe esett és elpusztult. A szomszédok úgy nézők égre nézve, hogy pörögtek, tehát hanyat vetődve forogtak. És volt olyan, és emlékszek rá, egy tigris babus, aki szinte a földig forgó volt. És hát volt olyan is, amelyik megszédült, belesett a kéménybe, vagy udvarra esett, és akkor vagy egy kutyamacska elkapta, sajnos ilyen is volt. És hát osztálytalálkozón még vannak, a társai még mindig emlékeznek rá, hogy mi ott néztük szájtátva. Később a galambok mellett nyulakkal és őshonos baromfikkal is foglalkozott otthonukban. Az állatok szeretetét édesanyjától is örökölte. Szakmai felkészültségét a jeles tenyésztőkkel folytatott eszmecserék mellett a kistermelők lapjából szerezte. Utóbbit ma is olvassa. Volt ilyen kis nyúltelepünk is, emlékszek rá, még a kormos tanár úr. Unszolást csináltuk, ő főzajsz tanár volt akkor, és akkor még ilyen nyúltelepünk is volt, azt is csinálgattuk ebben. És a
visszatérve még a, hát volt nagy állattenyésztésbe is besegítettem, nagyapámmal, itt őriztem a ternit, meg a nem messze a fürdőt, ott volt, ott is forcistunk, tehát a, főleg a galambász, és volt meg a baromfi. Utána bátyám az a teko, ez idősebb volt, és a gyakorlati időben elmentek Ohat Pusztakósra. Tehát ott volt termelési gyakorlat, emlékszek, leszálltunk a vonatra, a lányok mentek jobbra a baromfi telepre, míg megmentünk a ló, meg a tej, meg a sertésólak fele, és ott ismerkedtem meg az Anker Alfonzzal, meg a György, és azok adtak ilyen törzskönyvi lapokat, meg gödöli lábgyűrűt, meg szárnyajelzőket, és akkor ennek így indítottam be egy ilyen törzset, egy bogos színű leghorn törzset. A mezőgazdasági technikum elvégzése után a Nyírségben volt gyakornok, majd hazajött Karcagra a kutatóintézetbe. Ekkor már texánokat tartott, majd Kirják Imre neves karcagi tenyésztő segítségével ismerkedett meg a karrierekkel, később jött a magyar óriás és a debreceni pergő is. Jelenleg is tagja több galambfajta klubnak. Benne van, most megpróbálom a másik kumfajta, a kis kumféletházai keringőt, ezekkel korábban felvettem, de sajnos mind oda veszett, így van, sajnos. Tehát utána van a szónoki bagdetta, van, akkor van a magyar óriás, az körülbelül 50-valány évet tenyésztem még mindig. Benne voltam a fajta, a magyar óriás fajta, ott szakíró is voltam, még a magyar begyesbe is. Meg van a dudoroskal, azt úgy alakítottuk, hát mint ötletgazda, hogy nem dicsekszik vele. Ez volt, ahol kezdtük, ebbe beletartozott a karriert, a Indus, meg a Szolnoki Bagdetta, ezek vannak, tehát ezek is vannak, úgyhogy ezek a főfajták, ezt tenyésztem. Meg majd jön a erdei kopasznyakú, meg még lesz egy pár, meg valószínű bejön a fodros túloldiba, meg ezek is. A galambok mellett az őshonos baromfikról, a magyar kutyafajtákról is sok szakcikket írt a különböző szaklapokba, újságokba az elmúlt évtizedekben. Én nyertem már több pályázatot, volt egy olyan pályázatot is nyertem, és a főszerkesztő Roringer István is, tehát volt, hogy a szaklapban, melyik volt a legnagyobb cím, hát nem dicsekvés ki, nekem a erdélyi kopasznyakút emelte ki, tehát az ő szerinte minden szempontból megfelelt. Tehát kutatási, a tények, a pontos ismeretek, meg minden ebbe azt mondta, hogy az első, ezt ajánlott, ott van különbe lefektetve. De van még egy nagy állattenyésztés is, a Mándoki Pista nekem a bátyám révén közeli barátom volt, és mikor itt volt, mielőtt meghalt egy 2-3 éve, mondta, hogy próbáljam a kunok fajtájára is ráterelni a figyelmet, nekem megvan az érzék, tehát a kommandor, a kuvasz, a puli, meg a magyar szürke marra. És a magyar szürke baráti társaságban is benne voltam, de még bértam pénzemmel, amikor megmentem Moson-Magyaróba, Ortobágyra, minden. És még ezt elmerem mondani, a Codex Cumanicusnak a vízzele, az pedig én szerintem egy magyar szürke a lenyomata található. Tehát ebbe is belementem, de hát próbáltam még a most egy olyan témába, például magyar óriás, parókás létezik, vagy nem létezik. Évtizedek óta téma van, nincs, ebből is, tehát benne volt egy több hetes munkám volt benne, hogy összeszedtem mindent. Tehát nem internetről, mentem múzeumban, meg a mezőgazdasági múzeumban, elmentem meg mindent. Szeretné a fiatalok körében is népszerűsíteni a galambászatot. Erre a Karcagi Egyesületben van is módja Bosnyák Imrének. A Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal, Karcagi Járási Hivatal a szociális ellátásokkal kapcsolatosan az alábbiak szerint tájékoztatja önöket. Az ápolási díj összegének emelkedése 2020. január 1. napjától. Az ápolási díj havi bruttó összegei. Alapösszeg 37.490 forintról 39.365 forintra emelkedett. Emelt összegű ápolási díj 56.400 forintról 59.050 forintra emelkedett. Kiemelt ápolási díj 67.485 forintról 70.860 forintra emelkedett. Első alkalommal a 2020. január hónapra járó ápolási díjat kell magasabb összegben folyósítani. Gyermekek otthongondozási díja, ez a gyod,
A gyógy összege 2020. január 1. napjától havi bruttó 100 ezer forintról 123 910 forintra emelkedik. Amennyiben a gyógyra való jogosultság iránti kérelem elutasításra kerül, az attól szóló döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kérelmezett ápolási díjra való jogosultság kezdő napjának a gyógy iránti kérelem benyújtásának napját kell tekinteni. Ha a felülvizsgálat alapján a gyógyra való jogosultság 2019. december 31-ével megszűnt, s ugyanazon ápolt személyre vonatkozóan 2020. január 31-ig ápolási díj vagy gyógy megállapítása iránt nyújt be kérelmet, mert ha jogosultság feltételek fennállnak, akkor az ellátás 2020. január 1-től kell megállapítani. Az ápolási díj megállapítása iránti eljárásban az ápolt személy állandó és tartós ápolási gondozási igénye a gyermek otthongondozási díjára való jogosultság felülvizsgálata iránti eljárás során kiállított szakmai vélemény alapján is megállapítható. Az ápolási díj felülvizsgálati eljárás akadályozása miatti megszüntetése esetében a döntés véglegessé válásától számított 6 hónapon belül nem állapítható meg a gyermek otthongondozási díjára való jogosultság sem. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!